Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! A Bibliában a legrégebbi ünnep, a kenyér ünnepe. És a kereszténység életében is a legrégebbi ünnep a kenyérhez köthető, ez a Páska vacsora, azaz az úrvacsora. Minden szempontból tehát fontos az új kenyér ünnepe, mert az új kenyérben az Isten népe a legőszintébben és a legáltalánosabban tud Istennek hálát adni. Nekünk ugyanis magyaroknak szent a kenyér, ezért ha azt mondom az utca emberének, hogy ünnepeld a kenyeret, nem kell kétszer mondani, a magyar nyelv egyébként ezt nagyon szépen elénk is tárja, mert nem tudom, van-e még ilyen étel, amivel ennyi szóhasználatunk, szófordulatunk, mondásunk van. Amikor valaki a legjobb társam, akkor azt mondom, kenyeres pajtás. Amikor azt mondom, hogy valakivel külön válnak az útjaink, akkor azt szoktuk mondani, kenyértörésre került a sor. Amikor azt mondjuk, hogy valaki idősebb és érettebb, akkor azt mondjuk, hogy megette a kenyere javát. A magyar nyelv tehát érzékeltet valamit abból az ősi tudásból, ami több ezer éve az emberé, hogy a természet ereje, az az Isten ajándéka, a kenyér pedig az ember isteni leleménye. A kenyér az, ami összeköt bennünket, a kenyér és a bor termelése, termesztése az, ami összeköt bennünket azzal a teremtő erővel, nem ezt az egész világot mozgatja. Hát persze, hogy elámulunk a kenyér csodáján, elámulunk azon, hogy a sziklát képes áttörni, a kis apró mag képes úgy csírázni és úgy növekedni, hogy a fölötte lévő talajt egyszerűen széttöri. Élet és energia árad belőle, nem lehet elsüllyeszteni. De még inkább a keresztény ember azért tud ünnepelni, ha kenyérről van szó, mert Jézus jut eszébe. Mert Jézus kezében meg lett szentelve a kenyér. A felolvasott igében is erről van szó, hogy Jézus Krisztussal valami csodálatos módon a kenyér megtörésével ezek a tanítványok közösségbe kerültek. És valahányszor a kenyér megtöretik, és valahányszor a kenyér itt van az asztalon, mindig jusson eszetekbe. Ugyanez a történet zajlik, ami 2000 évvel ezelőtt a Tibériás tenger partján, a Genezáreti tó másképpen. Amikor Jézus Krisztus azzal, hogy kenyeret adott, helyre állította a közösségét a tanítványaival. Ez történik minden kenyér ünnepen. Minden úrvacsora alkalmon, most különösen is az új kenyér ünnepén. Az úrvacsora ünnep Jézus Krisztus ajándéka. Jó, hogyha tudunk erről a mai napról ennyit. Mindig ünnep az úrvacsora. Mindig ünnep Jézussal találkozni. Nézzétek meg, honnan jönnek ezek a tanítványok? A munkából, a melóból, de a kemény és sikertelen munkából. Abból, aminek nem volt haszna, nem volt értelme. Egész nap küzdöttek, ott van a szívükben az eredménytelenségnek és a kilátástalanságnak az érzése. És Jézus Krisztus megjelenik az életükben azért, hogy ünnepet alkosson, hozzon létre. Minden kenyér törés, minden úrvacsora ugyanez az ünnep.
hogy kimenekítsen bennünket abból a világból, amibe bele tudunk savanyodni. Amikor itt vagy, nem azért vagy itt, mert illik. Ne így fogd föl. Vagy aki úgy jött el, hogy nem is tudta, hogy úrvacsora lesz, akkor ne gondolja úgy, hogy nincs itt keresni valója. Jézus ünnepet akar adni az életünkben. Hogy mi is úgy, ahogyan azok a régi tanítványok az átküzdött, küszködött, haszontalannak tűnő élethelyzetből egy kicsit meg tudjanak pihenni. Hogy minden készen legyen. Jézus adott nekik egy olyan pillanatot, amikor föloldódnak a bennük lévő kérdések. Hogy van a Bibliában? Hogy van az igében? Már nem kérdezték meg, hogy Jézus-e, mert tudták. Addig ugyanis a feltámadást követően, ezt illik tudni mindenkinek, a János 21, ez a feltámadás utáni időszakról szól, ott volt bennük a kétség. Hát ott mit keresnek ők Jeruzsálem helyett a Tibériás tengerpartján? Ha valaki megnézi a térképet, hát az bizony jó néhány napnyi járóföld. Mit keresnek ők Kapernaum környékén? Miért kellett átkelniük a hegyeken, miközben Jézussal ott voltak, találkoztak a feltámadása után Jeruzsálemben? Mit keresnek ezek? Keresik a régi önmagukat, mert Jézusban már nem tudnak hinni. Ebből hívja ki őket Jézus. Ebből adja meg nekik azt a csodát, és ezzel ajándékozza meg őket, hogy most már tudják, hogy ő van, hogy ő él. És minden ebből fakad majd ki. Testvérek, az úrvacsora, a Jézussal való találkozás a legnagyobb ajándék az életünkben. Mert eljöttünk a halálból, eljöttünk a szeretetlenségből, eljöttünk egy olyan otthonból, ahol akár mit kapcsoltunk be, a háborúnak, a szegénységnek, a kilátástalanságnak az üzenetét hallottuk. Eljöttünk ide. És itt Jézussal fogsz találkozni, ezt Jézus szervezte neked, ezt az alkalmat, azért, hogy mindennek az ellenkezőjére rádöbbenj. Hogy ebben a világban a legnagyobb hatalom az Istené. Aki még a halált is legyőzte, akkor mit félsz te a halálos hírektől? Eljöttél ide, hogy megtapasztalod, hogy ő milyen gazdag, és hogy mennyire szeret. Akkor a szegénységről, az inflációról szóló hírek meg tudnak-e bennünket bármilyen szinten is rendíteni? Hát így jön ide az ember, hogy megerősödjön, hogy meggazdagodjon, hogy kiteljesedjen a látása, hogy megújuljon az élete. Minden kenyértörés, minden vacsora, minden úrvacsora Jézussal való találkozásnak a legnagyobb élményét fogja megadni. A második, amit megértettünk ebből az igéből, hogy miért adja a tanítványoknak Jézus azt a bizonyos vacsorát. Jézus azért adja, hogy feltöltekezzenek. Utána néztem, kedves testvérek, hogy a búzában B1, B2, B5, B6, E-vitamin, vas, cink, foszfor, bétakarotin, és ne soroljam tovább, mi minden van. Egyetlen búza szemben. De természetesen a búzaszem hiába tartalmazza magában ezt a rengeteg életerőt, ha nem veszed magadhoz, ha nem alakul át étellé, ha nem kerül be a testedbe, akkor nem lesz a tiéd ajándéka. Azért csinálta Jézus az elszegényedett lelkű és eltestett életű tanítványoknak a vacsorát, hogy belekerüljön az életükbe valami, ami majd táplálja őket. Amikor úrvacsorát osztunk, akkor csodálatos módon Jézus ahhoz a kenyérhez és ahhoz a borhoz, amit magunkhoz veszünk,
oda kapcsolja önmagát. Jézust esszük és Jézust isszuk. Ez az, amit ez a világ nem fog megérteni. Nem fogja tudni elképzelni, de a hit képes fölfogni, hogy ahogyan, ha a búzamag nem kerül, akár őrölt, sütött formában, vagy csak úgy megrágva, nem kerül a szervezetedbe, akkor semmi hasznot a tápanyagából, a vitaminjából. Úgy Jézus Krisztust is be kell vinni az életünkbe.